Iring, szlovák válogatott, egy darabig Olaszországban is légióskodott, pont annál a csapatnál, ahol... Iring fölgyorsít Bognár mellett, és dobhat majd kettőt. És kisír. Ugye az egésznek a kulcsa az volt, hogy Persons simán enged. Aki egyből meglátta a lehetőséget a betörésre. Ugye Iring a leg... voltak eddig eredményesek. Egy tripla ment be, egy dupla és négyből négy büntető. Azért ez az adat nem maradhat így, hogyha a Szeged meccsben akar maradni. Iring pedig újra betalál. És 15%-kal a Szeged. Az borzasztó gyenge. Persons. Szép befejezés. Az eddig nagyon taktikusan rájött, hogy ha nem megy kintről, akkor bizony nekik inkább a festékből dátrulják, akkor meg az oroszlán nem tudja növelni az előnyét. Persons gyönyörű csellel. Ez meg egy zsákolás a végére. Alston köszöni meg. Jön Garambölgyi, aki Perist váltja az oroszlánynál. És Ruják is lemegy a padról. Vagy lemegy a padra. Iring ugyanis menet közben visszatért. Áll. És az imént ugye volt egy 8 pontos oroszlányi előny, ami elolvadt, hiszen ők sem dobnak jól. Iring sarokból, ő viszont bedobja. Ez most nagyon kellett az oroszlánynak. Hiszen a 3 pontos mutatójuk nekik is nagyon gyenge volt. Csak közben Persons elkezdte bevinni egymaga és megoldani az utolsó 5 perce. Garambölgyi. Burns. Szépen levédekezték őt, így viszont Iring marad ő tisztán, és egymás után gyorsan dob két darab. Képzett ez a szlovén fiú. Alston. Az meg egy zsákolás. Most megint meglépett az Ose, jót tett az időkérés nekik. Burns viszont leszedi a másik oldalon. Nagy hiba volt Szatmáritól, hogy ott keresztbe akarta adni a labdát, ahelyett, hogy háromszor leütötte volna, és ő maga viszi át. Iring futtából a 3. 3 pontosát dobja, ki is mutat a közönségnek, Mario Iring. Nagyon jó kis csata Persons és Iring között. Persons megint csak az elzárást kéri, és csak a 2-2-ben, és leginkább az 1-1-ben gondolkodik, semmi másban. De bedobja megint, kapjanak kosarat. Persons. Megint jön az elzárás. De kapnak kosarat. Szatmári. 10 másodpercnyi idő. De rohanni nem kellett vele. Tiszta dobóhelyzet. Na nézzük, lesz-e ott valami. Igen! Egy 3 pontos. Plusz 4-ből 4 büntető. Messzicek. Iring, bedobja, 4-ből 4 triplánál tart. Az igen. És ez azt jelenti, hogy se Keller, ugye 3 ilyen eladott labdája volt most az oroszlánynak, hogy ilyen félig flegma egykezes passzokkal akarnak operálni. Persons bedobja, óriási az oroszlánynak. Persons, én most... Peris. Messzicek. Iring. Ruják a sarokból, ezt is bedobják. Elképesztő dobóforma triplában. 17-8, 17-8 a 2 pontos, meg a 3 pontos az oroszlányiaknál. Megint életveszélyes keresztlabda, szép befejezés Peristől. Hány egyébként? Annyira rosszul játszik a Szeged, hogy ez a közepesen játszó oroszlány folyamatosan tud vezetni, és mindig megkapják a lehetőséget, hogy egy nagyobb előnyt kiépítsenek. Most például 12 pontot, ami az első tripláját hagyja ki a meccsen. Eddig 4-ből 4-e volt. Persons. Ez a játék a Szeg. 22 triplából 11-et bedobott az Ose. Iring.
ő meg bedobja a duplát is. Most már 20 pontnál tart. Értelmű volt a szabálytalanság. 34 másodperc van hátra a harmadik negyedből. 12 pont az oroszlány előnye. Az előbb még 15 volt. És ugye benéz 10 pont alá a Szeged, már pedig Persons bedobja ezt a triplát, akkor megint teljesen nyílt minden. Sok jobban állnak a hazaiak faltarány tekintetében. Persons. Hát ő nem fogja leadni. Bedobja falttal együtt. Séje ezen a meccsen az Persons. Tehát nem csapatjátékos, meg hogy most ez a célra vezető. És ráteszi a plusz egyet. Így. Megint 7 pont az OSE előnye. És fogytán az idő. Persons dob egy triplát. A lehető legjobbkor Szegda. Davis megint jöhet közelebb a Szeged. Persons. Ez meg beesik. Hát igen. Ugye 23 pontnál tart Persons, akkor úgy néz ki, hogy ő is megjön a meccsbe. Persons válaszol egy 3 pontossal. Szívja magát Persons. És ott volt Davisnél az egyenlítés lehetősége. Bognár. Mindenképpen Personshoz akarják eljuttatni a labdát. Persons azt végig tudja vinni, és egy fölösleges falt rúják. Már pedig Persons jó büntetőző, be is dobja, úgyhogy megint egy triplánya a különbség 58 másodperccel a vége előtt.